Megdöbbentő, de igaz, tilos lesz a magáncélú internetezés a munkahelyeken. A szabályok az új uniós adatvédelmi rend miatt változnak. Ennek értelmében a jövőben a munkáltatótól függ majd, hogy engedi-e közösségi oldalak látogatását vagy magánügyek intézését céges eszközökön. A munkaadó nem csak előírhatja a korlátozást, de ellenőrizheti is annak betartását. Felmérések szerint a magyarok naponta átlagosan másfél órát töltenek a közösségi oldalak böngészésével, ráadásul nem csak otthon, munkaidőben is. Például ezt korlátozhatja a munkatörvénykönyvének módosítása, amely az uniós szabályokhoz igazodva előírná, hogy céges eszközöket nem lehet magáncélra használni. Minden munkakör, minden egyes munkavállaló egyedi helyzete dönti el, hogy mi az, ami abban a körben belefér a munkavégzéssel összefüggő körnek, vagy pedig attól már kilógó és magáncélú használatnak minősül. A munkáltatónak pedig ez egy hatékonyság növelő eszköz, tehát egy munkavállaló elvileg többet dolgozik, hogyha nem használja magáncélra a szemtestek eszközöket. A korlátozásra eddig csak a távmunkában dolgozóknál volt lehetőség, ez a kör bővülne most. A cégek azt is ellenőrizhetik, hogy a munkavállalók betartják-e a szabályokat. Így akár olyan adatokhoz is hozzáférhet a munkaadó, amit a dolgozó egyébként nem szívesen osztana meg főnökével. Az adatvédelmi biztos ugyanakkor leszögezi, az ellenőrzésről mindig tájékoztatni kell a dolgozót. A szabályok figyelmen kívül hagyása viszont komoly következményekkel járhat majd. Ez egy fegyelmi vétség, tehát ez egy megsértése a munkaviszonynak, hogyha valaki nem szabályszerűen használja ezeket az eszközöket. Tehát itt esetlegesen a magán szféra sérelme mellett azzal is számolnia kell a dolgozónak, hogy a munkajogi jog következményei is lehetnek annak, hogy az eszközöket az engedélyezett módtól eltérően is használta. A munkatörvénykönyvének módosításáról még nem szavazott a parlament. Ha a javaslat átmegy a képviselőkön, akkor felmentést csak az adhat a korlátozás alól, ha erről a munkaadó és a dolgozó külön megállapodik. A köztisztviselőkre és a közalkalmazottakra egyébként nem vonatkozik majd a jogszabály, az ő foglalkoztatásukat ugyanis nem a munkatörvénykönyve szabályozza.